Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled ez a jóslás? Itt láthatóak a kártyák fordítva, és én most az ingát fogom használni, és akkor kijönnek bizonyos kártyák, és megadják a választ a kérdésre, hogy mit szeretne közölni veled. Én az ingát 2002 óta használom. Én már elmeséltem a történetet hozzá. Az anyukám 2002-ben halt meg, és egy szomorú időszak volt. Kerestem a kapcsolatot a jó Istennel, kinyitottam a Bibliát, és akkor jött egy ötlet, hogy fogom a nyakláncomat, és úgy használom, mint egy ingát, holott annak idején azt sem tudtam, hogy az inga egyáltalán létezik, és észrevettem, hogy a nyaklánc vagy balra, vagy jobbra fordul ki, vagy megáll bizonyos szavaknál, és egy időben voltak gondolatok nála, ami úgy kívülről jött, így lett ez a kommunikáció, amit mutatok a channelingnél, a Bibliából, ami majd újra jönni fog. De most használom a nyakláncot, mint egy ingát, ennél a jóslásnál a kérdés az, hogy mit szeretne közölni veled. Ez az ingás jóslás megrendelhető, feltehetsz más kérdést is, mint például, hogy szeretett téged, érdemes-e várni rá, hűséges-e, visszatér-e hozzád, tehát mindegy, hogy milyen kérdést teszel fel, az ingát használhatjuk, hiszen megkapjuk erre a választ. Most ennél az általános kivetésnél a kérdés az, hogy mit szeretne közölni veled. A nyaklánc balra fordul ki, akkor annak a képnek, annak a kártyának nincs jelentősége. Ha a nyaklánc más irányba, tehát jobbra fog kifordulni, akkor kapunk választ. És akkor így használom ezt most. A kérdés az, hogy mit szeretne közölni veled. A nyaklánc még mindig balra fordul ki, tehát ezeknek a kártyáknak nincs jelentősége, viszont itt más irányba fordul. Itt látható már, amit közölni szeretne. Itt is megfordult az inga. Itt is van egy válasz. Átérek a másik oldalra, akkor az úgy könnyebb. És kíváncsi vagyok, hogy mi az üzenet, mit akar közölni veled. Jó, rendben van, akkor 6 lapot kaptunk, és ez az ő üzenete. Megnézzük, hogy miről van szó. Itt a kelyhek, mindkét kártyánál jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát vannak érzelmek kettőtök között. Viszont vannak negatív érzelmek is, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. És pontosan az korlátozza itt őt. Ő áll a középpontban, körülötte ott vannak a kelyhek, tehát az érzelmek, de a 9-es szám
olyan, mint egy kerítés fogva tartja őt, nem mennek tovább a dolgok. De miért van ez a visszahúzódás, miért vannak a korlátozások? Mert vannak negatív érzelmek nála, félelmek, bizonytalanságok. Ő még kicsit visszahúzódik, elgondolkozik a helyzet felett, vagy meditál valami felett. Utána lesznek majd a döntések, hiszen itt irányítja a dolgot. Ez a lovas kocsi előre megy, tehát lesznek változások, ami történik, az összefügg a saját érzelmeivel, hiszen itt a képen újra a kelyhek láthatóak, de ez a kép utal a könnyek mezejére, tehát a szomorúságra, a csalódásokra, ez a múltja. És le fogja zárni a múltat, hiszen hátat fordít ennek, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, itt majd ő irányítja a dolgokat. Jelenleg még vannak álmatlan éjszakák, töpreng valami felett, visszahúzódó, vannak félelmek, könnyek a múltból, de ezt lezárja. És akkor lesz egy új irány, és itt a nap, meg a gyermekek is utalnak a napfényre, kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit, látni akar téged, tisztáz bizonyos dolgokat, és itt a gyermekek jelentetik a gyermekeket is, de utalnak egy új kezdetre. Légy kicsit türelmes, mert jelenleg visszahúzódó. Vannak fájdalmas emlékek a múltból, vannak problémái, ami felett töpreng. Itt láthatóak a korlátozások. Nem fog sokáig tartani ez a helyzet, hiszen augusztusban már előre mennek a dolgok, lesz egy új irány, és a nap jelenti azt, hogy megvilágítja az élet utat, lesznek konkrét célok, láthatóvá tesz valamit, mert szeretne látni téged. És ez volt az ingás jóslás, mit akar közölni veled, jelenleg még semmit, mert visszahúzódó, de hamarosan lesz majd mozgás, lesz egy hír, hiszen szeretne veled tisztázni valamit, és tisztán fogod látni a dolgokat, mert a nap láthatóvá teszi ezt. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!